alatt. Nagy tiszteletek, köszöntök mindenkit, és nem is húzzuk az időt. Első... Csöndben legyen Mikulás, mert ez a fegyelmet. Hallgassuk meg először Kurucz Noémi és Hegedűs Virág énekét, akiket a Farkas Lilla készített föl, és őt kértem meg tulajdonképpen, hogy a két kislányt hozzá el nekünk, hogy ezen a napon énekeljen valami szép karácsonyi dalokat. Egy mondatot mondhatok? Igen. A felkészítés az annyiból állt, hogy tegnap előtt szóltam nekik, hogy ma énekeljen. Akkor is felkészítés. Betlehemi dalokat. Betlehem kis falucskába, karácsonykor épétájba, fiú Istenem veled, mint kisgyermek született. Őt nevezték Jézuskának, édesanyját Máriának, ki pólyában takarta, befektette jászolba. Az angyalok fenn az égben, mennyei bölcsőre zengenek a mennyei serege, a lelkem sugara. Jaj, de kemény a jászol, kisfiam, jaj, de fázol. Tél ellen itt nincs vesztja, csak Szent József palástja, áj, 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 Jézus aludján. Sír az Isten báránya, van, aki őt sajnálja. Bűneiket siratja, szűzanyjai ringatja, áj, 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 Jézus aludján. Menjünk mi is Betlehembe részt venni a nagy örömben, melyet mennyei atyám árasztott az éjjel rám. A pásztorom kis ott vannak térdelába, imádkoznak, ma született kislettek, ajándékokat visznek. Egyik tejet, másik sajtot, a harmadik vajat hozott, emez egy kosaramát, eszkoszorút báránkát. Köszönjük szépen! És akkor most felkérném egyesületünk tagját, Huszka Magyi bácsit, hogy egy köszöntőt mondjon elő is. Szép jó napot kívánok mindenkinek, optimisták vagyunk, és reméljük, hogy idén is elkövetkezik a karácsony szenteste, amikor öröm és szeretet korolát csillognak a szépen feldíszített fenyőfák. Milliónyi csillag ragyog fenn az égen, kisfalumba végre hazaértem. A szép kis ablakokból fények kacsingatnak, valaki egy szép nagy fenyőfával bogtat. Békés, csendes a szép havastáj, ember itt kint már csak alig jár. A meghittség érzése járja át lelkemet, kívánok át boldog karácsonyi ünnepeket. Olyan szépet, ahol csillagszóró szórja fényét, hirdet melegséget, békét. Angyalka száll házad felett, hogy átadjon egy szép üzenetet, boldog karácsonyi ünnepeket. Békességet, boldogságot,
csengő szót és gyertyalángot, ajándékot, szeretetet, egészséget, mindent, ami fontos nektek, és én ehhez kívánok áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket. Ámen, úgy legyen. Köszönöm Laki bácsinak, és most akkor felkérem Kovács Hunort, hogy egy szavalattal ő is kedveskedjen. Tegnap két éjfél volt, ez a címe a versen. Tegnap épp éjfélkor esett a hó. Távol valami brónul úgy vélem. Azt hittem a tűzzömmel a kemencében, vagy a ház körül a hóhatyeg. De ahogy az ablakhoz lépek, látom méhek kavarognak, aranylépben mézet hoznak, a karácsonyi kalácshoz való. És reggel, mikor reggelit hoznék, kenyeret, tejet, az ablakon halk kopogás, mondom, címke lehet semmi más. De egy mókus ez, farka lompos bozontos, barna bundája a dértől foltos, és pofácskájában, ez bizt csoda már, kedves kis magyaró veszőkosár, feltört hámozott dióval tele. Számolom, alig, hogy elkészülnék vele, hát már házunk előtt kapar valami. Hosszú fülű kis szürke csacsi, két zsákocskát dob le, és kiabál velem. Nem ér rá, már várja Betlehem. Az egyik zsákban liszt, a másikban cukor. És hogy ott állok, jön egy furcsa sor. 12 hófaj lépdel peszkesen, és egy-egy hófehér tojástak nekem. És a háztető szíréről a galambok mazsolát szórnak, és érte annyit hajlok, hogy még most is fáj minden csontom. De a kalács Istenre ezt mondom, kever csak ügyesen, és estére már az ezüst angyalka is ide száll. Köszönjük szépen Hunornak, és akkor még egy szavala egyesületünk tagja szintén, a Perei Jánosné fog nekünk egy verset elmondani. Makra Sándorné, karácsonyi emlék. Karácsonyi képeslapot forgatok a kezembe, és elmélyülten nézegettem, régen elmúlt gyermekkorom hűen őrzött emlékeimet juttatja az eszembe. Nálunk akkor nem díszelgett plafonig érő fa, csak egy kicsi, nagyon szerény, frissen vágott ágacska. Nem volt rajta villanyégő, angyalhaj, csillagszóró, csak a kis kertünkben termett alma, dió, mogyoró. A tetején égett egy halványfényű kis gyertya, mely a körülötte ülők arcát fényével beragyogta. Alatta a csomag sem rejtett díszes drága dolgokat, kis vonatot, alvós babát, sok csodás játékokat. Ronybaba volt a papírba csomagolva, fodros volt a ruha rajta, kenderkócból volt a haja, és a lábán bojtos kis topánka. Ez volt anyánk ajándéka, amit ő vart nagy titokba, de annyi szeretet és báj volt benne, hogy kis szívünket megdobogtatta. Édesapám puha fából faragott egy kis katonát, dróttal fúrta át a törzsét, s az így mozgatta kezét, lábát. Meghatóan szép voltak azok a karácsonyok. Nem a gazdagság tette azzá, és a drága ajándékok. Békesség volt a szívünkben, szeretet és összetartozás. Összefogva családot, kicsit, ifjat,
öreget. S körülállva a kis fenyőt, felhangzott az örök ének, kisdedi Jézus hozza földre az embereknek békességet. Olyan szép volt, olyan csendes a karácsonyi éjszaka, csak néha törte meg a csendet egy-egy elsuhanó szánkó csengőjének halt szava. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mi a kislányoknak és a tagjainknak, illetve a hunornak még egyszer ezt a csodálatos, szép verseket. Nagyon nem is tudok már mit mondani. Ezekben a versekben, abban a dalban minden elhangzott, ami a mai naphoz illik, és a mai napon ezeket több helyen is elmondjuk, elmondják és eléneklik. Ez a mai nap tulajdonképpen a Mikulás várásáról szól, illetve a tegnap este. Hát mi annyit módosítottunk ezen az egészen, és ezúttal szeretném köszönteni Mikulásunkat, tehát ő várt itt minket. Szinte nem ilyen fordított helyzetbe. Köszönös Mikulásunk, igaz, ahogy látjátok, ő már nem bír annyira mozogni, és itt ül a széken. Nem azt mondom, hogy búsan szomorúan, de itt van, és láttuk, hogy már azért ténykedett is. Én nem szaporítom a szót, bár készültem 45 percben, de kívánok mindenkinek áldott békés karácsonyt, de a új évet azt majd szeretném EHO 30-án ugyanitt ezen a helyen kívánni mindnyájunknak. Tehát ezzel akkor már be is jelentettem, hogy december 30-án 17 órai kezdettel itt egy batyús óév búcsúztató bálat szervezünk. Zenekarunk a Joker zenekar lesz, akik szoktak, és hát, szoktam mondani, amit hozol, azt ezzel iszol. Ennek ellenére azért szeretném, hogyha úgy jeleznétek felém, vagy bármely vezetőségi tagunk felé, hogy részt kívánottok venni, de ha nem, akkor sincs gond. Tehát nem kötelező a jelentkezés. Ez nekünk azért lényeges, hogy a helyet próbáljuk meg úgy készíteni, ne kelljen, mint most is, azért, ahogy láttuk, hogy jöttek tagjaink, biztonság kedvéért még behoztunk időközben néhány asztalt, és hogy ezt elkerüljük, ez csak azért szükséges. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy ilyen szép számmal eljöttetek, tehát gyakorlatilag csak, hogy mindenki lássa és érezze. Egyesületünknek a mai napi, a mai napon, mai napi adatok alapján 164 fő tagja van. Ebből itt vagyunk ennyien. Nem számoltam össze, mert az csak a közgyűlésen szükséges, hogy napon most mennyien vagyunk. A Mikulás csomaggal kapcsolatosan
sajnos egyesületünket is érinti, és korábban is érintette, például a pandémia, érinti a mai helyzetben az áremelkedés, tehát nem dúskálunk olyan nagyon az anyagiakban, ezért én vagyok a felelős, mondjuk érte, nem lett csomag, nem lett Mikulás tasakba belehelyezve semmi, hanem amikor bejöttetek, akkor azt az 1500 forintos vásárlási utalványt átvettétek, vagy ha esetleg valaki még nem vette át, akkor az majd a későbbiekben megteheti. Mint említettem, ennyire futotta. Én úgy gondolom, hogy azért ez is valami, mert tudok én nem csak kígyóson, másutt is olyan civil szervezeteket, ahol nem is foglalkoznak a Mikulással, nem foglalkoznak azzal, hogy egy kis Mikulás csomagot vagy valamit csináljanak, vagy adjál. Mi így gondoltuk, hogy ezt a hagyományt nem szakítjuk meg, csak egy kicsit csökkentjük. Ez kellett. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan bárkinek van valami véleménye, az akkor bármelyik vezetőségi tag felé majd jelezze. Még egy gondolat, hogy azzal segítetek a vezetőségünknek, hogyha, mint látjuk, esetleg a szomszédom nem tudott eljönni, akkor átvehetnétek, de mondom, senkit nem akarok ezzel terhelni, de átvehetné az utalványt és elvihetné neki. Aki nem jelent meg, természetesen, hogy vannak kivételek, aki mozgásában annyira korlátozott, nem fogok megnevezni senkit, de nálunk már megvan, nem tud eljönni. Nem is jár semmiféle rendezvényünkre, de viszont azt mondta, hogy ő nem kívánja megszüntetni a tagsági viszonyát. Ő neki nagyon jól eső érzés az, hogy a nőnapkor elviszünk neki egy virágot, illetve Mikuláskor elviszünk azt a kis Mikulás ajándékot. Vannak ilyen tagjaink is. Ezen kívül ugye a mai helyzetben is vannak olyanok, akik hát sajnos betegek lettek, nem tudtak eljönni, azok kivételek. De az, aki nem jött el, mert mit tudom én, nem keresek indokokat, az majd átveheti nálam. És nem határozok meg időpontot, de ha nem lett, előtte azért egy telefont inkább engedjen meg, hogy otthon legyek, és átveheti az utalványát. Mert én úgy gondolom, hogy ha nem is egy olyan nagy összeg, de valamit csak segítünk vele. Én úgy fogalmaztam, amikor ezt eldöntöttük és legyártattuk, hogy ha mindjárt egy kiló cukrot és egy kiló lisztet vesz valaki, akkor is úgy érzem, hogy segítettünk. Nem is szaporítom tovább a szót, azért még készültünk, talán azt is, erre is azt mondhatom, hogy az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, egy kis fonott kaláccsal és tejával, amelyet a vezetőségünk tagjai és a segítők oda fognak tenni az asztalra. Én még egyszer kívánok áldott békés karácsonyi ünnepeket, és ne menjünk még haza, beszélgessünk, lassan már a tyúkok is elültek, úgyhogy még azokat sem kell etetgetni, beszélgessünk, érezzük jól magunkat,
úgyis a találkozásunk az egyre ritkább volt az elmúlt években. Jó beszélgetést, jó szórakozást kívánok mindenkinek. És minden. És nem véletlen hagytam mindenki beszélni akar. Mondtam, hogy én 45 percet, és ők is 45 percet, akkor egész jó kitöltjük az estét. Nem véletlen hagytam utoljára a polgármester urat, akit nagy tisztelettel köszöntünk, mert úgy gondoltam, hogy most kérem meg őt, hogy ő is azért mondjon néhány gondolatot, és utána már nem fogok felállni, következik majd a kedves Télapó bácsi, a Mikulás bácsi, nem, először a kérdők. Szolgálati közlemény. Először, mikor Pali azt mondta, hogy 45 percek és az itt, ahogy viccel. De csak összeszedte. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy tegnap a gyerekekkel találkoztam, és mindegyiknek azt mondtam, hogy jók legyetek. Nektek azt mondom, hogy ti meg rosszalkodjatok. Minél többet, és kellemes ünnepeket kívánok nektek. Most elmegyek, mert borotválkoznom kell. Köszönöm szépen, rám került a sor. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mindig nagy örömmel jövök ebbe a körbe, mert itt tényleg annyira jó emberekkel találkozom, és hálás is vagyok ezért. Én szeretném ezt az ezévi munkát, amit ez a közösség tett a településért. Nem csak ezért a közösségért, hanem egész Újkígyósért. Tehát hihetetlen, amit ezek az emberek tesznek nap mint nap. Az összes rendezvényen itt vannak elsőként, utolsóként távoznak, mindenben segítik, akár a műház munkáját, de a települést, illetve az önkormányzat munkáját is. Nem tudok elég hálás lenni ezért. Talán úgy tudom meghálálni önöknek ezt az egészet, hogy én is a településért teszek, és olyan projekteket hozok ide a településre, akit mindenkit érint. Szeretném bejelenteni, hogy ma végre megérkeztek a lámpatestek, és elkezdődik holnaptól a lámpacsere, és remélem, hogy a karácsony már fényességbe fogjuk tölteni. Elnézést kérünk ezért, sajnos minket is idegettek folyamatosan, a cég nem gyártotta le, de hát rádióba, tévébe halljuk, hogy milyen problémák vannak. De ez is elindul. De most nem erről van szó. Most ünnepelni jöttünk a karácsonyt. Ugyan a szilveszter még odébb van, de az is lesz, most már tudom. Összejönnek ismét és egy jól buliznak. Én kívánok önöknek nagyon jó egészséget, kellemes karácsony ünnepet, és dolgozzunk együtt jövőre is. Ezt kívánok. Köszönöm szépen! Polgármester úr, kap hideget, meleget, hogy jön minden egész évben, de most egy jelképek kis csomagot is átadok meg. Még ezt el kell mondanom, tegnap ugye végeztem a munkával 4 óra után, és kimentem az hivatal elé. Hát én nem tudom azt az érzést elmondani, ami ott fogadott. Azok az emberek, a gyerekek, a nyüzsgés, az élet beindult Újkígyósan, és ez önöknek köszönhető, a Mikulásnak köszönhető, a Tűzoltó Egyesületnek már második éve település bejárják, és örömet okoznak a gyerekeknek, meg a felnőtteknek is, mert szombaton is, mikor kijöttünk az adventi előadásról, a gyerekeket megtekintettük. Hihetetlen ez a tömeg, ami 2 éve eltűnt, ugye a Covid-dal minden megszűnt, újra kell épülni mindennek, de én úgy érzem, hogy ki gyorsan beindult ez. Hálásan köszönöm. Meg vagyok fegyelmezve. Akkor köszönöm szépen polgármester úrnak is, és akkor megkérem a segítőket, a titkárnőmet, hogy szolgálják föl a kis vonott kalácsot és a teját.